A nehezen leszokók edzőjeként emlegetik Dudis Dénes drogterapeutát. Köszöntöm Önöket, a Klinikát látják. Az addiktológiai szakértő, aki maga is függő volt, azt mondja, a józansághoz vezető út több buktatót rejt magában, hiszen adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyekben a korábbi droghasználó ismét a szerhez nyúlhat. A terapeuta feladata pedig, hogy ezekre a helyzetekre is muníciót adjon a páciensnek. Tizennyolc évesen kezdtem el heroint használni, de a jó családi neveltetésemnek köszönhetően nem igazán süllyedtem bele az alvilág dolgaiba, annak ellenére, hogy heroinista voltam. Viszont a másik oldalon a normális életbe se tudtam teljesen beigazolni. Tehát lényegében mind a két oldal bizonyos értelemben befogadott és kivetett. Ez viszont azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség számomra, hogy segítsem az embereket. Segíteni abban, hogy az egyik oldalról átkerüljenek a másikra, azaz konkrétan a függőségből a józanságba. Reményt adva segíteni kijózanodni és boldognak lenni, ez a küldetése Dudis Dénes drogterapeutának, aki 20 éves tanácsadói tapasztalattal és drogfüggő múltjával a háta mögött azt mondja, pontosan tudja, miért óckodnak az emberek attól, hogy kezeltessék magukat. Nekem az egyik stratégiám, hogy pont ellentétes módon kezdek el viselkedni az ügyféllel. Tehát például nem próbálom meggyőzni semmiről. Ugye én érvelek amellett, hogy te ne használj, hanem úgy beszélgetek veled, hogy kezdj el te érvelni amellett, hogy miért nem akarsz használni. Tehát nyilván most már 20 év foglalkozom függőkkel, nagyjából tudom, hogy ők miket kapnak, hogyan viszonyulnak hozzá a környezetükben, és én direkt valami egészen más csinálok. Vagy egészen más csinálok, mint jellemzően mondjuk, amit egy pszichológus tenne. Mondjuk például nagyon gyakran, pszichológus kollégákban nem akarom őket nyilván bántani, meg kritizálni, de mondjuk akár az első alkalommal már teszteket vesznek elő, vagy elkezdenek a múltról kérdezni és a múltban turkálni. Az elején egy függőnél az a nagyon fontos, hogy kialakuljon egy bizalmi viszony. Ő akarjon újra visszajönni, azt érezze, hogy ebben a közegben őt elfogadják. Én csináltam egy egyszerű kis felmérést az interneten keresztül, hogy mit utáltok a szakemberekben, a pszichológusokban, ti függők. És olyan válaszok jöttek, hogy gyereknek néznek, hülyének néznek, kioktatnak, nem hiteles az a pszichológus. Hát ő beszél nekem a leszokások, közben láttam, hogy előtte cigizik. Tehát, hogy eleve ők, a függők nagyon kritikusak, és nagyon érzékenyek arra, hogy akihez segítségért mennek, az hiteles legyen. A hitelesség vagy az önazonosság alap Dénes szerint. Ezt egyébként rendszeresen meg is mutatja a vlogjában. A leszokás kapcsán mindig az a nagy kérdés, hogy hogyan tudok ellenállni a kísértésnek, hogyan küzdjük le a sóvárgást. Ennek többféle módja van, de mielőtt ezt befejezni, de egy pillanatra beugrok. Hát ez a bolt behúzott, egy pillanat műve volt, a megszokás berántott, és most itt vagyok. Tulajdonképpen ennyi visszaesni, a sóvárgás az valami ilyesmi, egy hirtelen impulzus, beránt, vagy legalábbis lehet ilyen, és egyszerűen a szokás elvisz. Nem kell különösebb ok arra, hogy az ember igyon. Lehet csak egy egyszerű fáradtság, kimerültség, és nem vagy elég tudatos, és nem figyelsz oda. De leszokni is igen egyszerű. Azt gondolom, hogy lényegében egy nagyon határozott döntés, egy döntés, hogy az ember dönt, de kijöntök mindent, mert ez odavaló, nem idevaló. A függőség az alapvetően egy kapcsolati zavar, egy kötődési probléma, ami egyébként múltbéli okokra visszavezethető, mondjuk egy korai anya-gyerek kapcsolati zavarra. Na, akkor mégis sok bejön a pszichológiai ilyen. Persze, az ott van. De ugye nekem nagyon fontos, hogy én, mint segítő szakember először tudjam azt, hogy ő egyébként a kapcsolataiban sérült, ő nem azt fogja először nézni, hogy én mit mondok neki, meg mit derítek ki róla, hanem először ő hozzám emberként akar kötődni, azt akarja, hogy őt elfogadjam feltétel nélkül. Tehát, hogyha én előveszem a szakmai kis eszköztáramat, akkor nincs egy alapkapcsolat. És én azt gondolom, hogy a hozzátartozóknak is ugyanezt kellene, ezt a stratégiát lenne célszerű alkalmazni, hogy amikor van egy szerettük, aki használ,
akkor a kapcsolatot állítsák először helyre egymás között. Ez nagyon nehéz, mert nyilván most azt gondolom, most belegondolnak, hogyha valaki a családunkból drogozna, akkor dühösek lennénk rá első körben, nem? Hogy most ezt miért kell? Tehát, hogy úgyis ez az egész társadalmunk, hogy mindenki rohan, nincs idő semmire, most még jön ez a probléma is pluszba, hogy ez lesz, hogy? Mert hogy a düh, az érzéseket meg nem lehet, vagy nem tudom, mi az általános. Hát itt van az a nagyon fontos dolog, hogy a hozzátartozónak is célszerű szakemberhez elmenni, mert amit mondasz, az azt jelenti, hogy mondjuk én hullafáradtan hazaérkezem, Szeretnék, gyakorlati példa. Így van, szeretnék este otthon lepihenni, a gyerekeket ellátni, és az alkoholista férjem berúgja az ajtót, és bejön üvöltözve. Nyilvánvalóan ebben a helyzetben nem tudok higgadt maradni, és nyugodt maradni, és nagyon empatikusan viszonyulni ez az emberhez. Nem is kell. De azt meg lehet tanulni, hogy mik azok a helyzetek, amikor be tudok avatkozni. Nem akkor, amikor este berúgja az ajtót, hanem lehet, hogy másnap délután, amikor van egy olyan rés, ő nála, amikor nyitott és befogadó arra, hogy meghallgasson engem. A kulcs tehát tényleg az, hogy józan pillanatában kell kommunikálni azzal, aki alkohol vagy drogfüggő. A kétszer, mint az köztudott, rengeteg családot tesz tönkre, hiszen hatásukra az ember kifordul önmagából. A terapeuta most azt magyarázza, hogy nincs nagy különbség hatásában a kétszer között. Erről próbál meggyőzni egy videó segítségével. Mi történik? Hát az idegrendszere ilyen hatása van, hogy teljesen rángatózik, kicsavarja önmagát, de ez nagyon abszurd. Tehát azért ritkán látunk olyat, mondjuk itt a magyarországi gyakorlatban, hogy valaki a szerhasználat következményeként ilyen állapotba kerüljön. Én ilyeneket nem mutogatok ügyfeleimnek, mert nem fogok vele hatást elérni. De miért nem? Hát azt gondolnak, hogy megnézem, tehát én például megnéztem, és azt mondom, hogy atya úristen, én biztos nem vennék be semmi ilyet, mert hogy ilyen állapotban nem akarok kerülni. Igen, és ugye ezért te védett vagy, alapvetően a személyiségből kifolyólag az, hogy milyen értékrendszerrel bírsz, hogyan gondolkodsz önmagadról, a világról, mit tartasz fontosnak, értékesnek. Az, aki viszont el akarunk rettenteni, mert veszélyeztetett, az meg nem ezt az oldalát fogja nézni, hanem ő a nyeresség oldalát fogja nézni, neki miért jó, hogyha drogozik. A másik, ami nagyon fontos, hogy az agyunknak van egy olyan területe, ami azért felel, hogy mi felmérjük azt, hogy egy adott dolog kockázatos a saját magunkra nézve, vagy sem. És ez az agyi terület, ez 24-26 éves korra fejlődik ki. Tehát azt ki kell mondani, hogy az idegrendszer érése azért viszonylag hosszú dolog, ugye nem nő be korán az ember feje lágya, azt mondjuk is, de azt senki nem gondolja egyébként, hogy ez akár 24 éves korig is eltarthat. Ezért van az, hogy a fiatalok kockázatkeresőek, nem gondolkodnak, de nem azért, mert felelőtlen, vagy hülye, vagy ő rosszat akarna, hanem nem működik még annyira jól ez a rendszer. És ugye minél hamarabb elkezd valaki használni, annál inkább lassítja ennek az agyi területnek a fejlődését. Mit jelentett egy drogosnál? Lehet, hogy akkor 30 éves korára rakul ki az, ami a másiknál, mondjuk aki nem drogozott, 24 éves korára már elérte volna? Adott esetben így van. Szóval sokat kockáztat az, aki fiatalon nyúl a droghoz, de az sem jár sokkal jobban, aki az alkoholt választja. Ahogy ő itt fekszik a földön, na például ő már azért közelebb van ahhoz a szinthez. Magzati pózba, az beleesik a vízbe, na de ugye most itt a nézők nem hallják, de az operatőrünk ezen röhög. Az előző videón nem röhögött. Ez ugye azt mutatja, hogy ezt már megszoktuk. Tehát ez már annyira része az életünknek, hogy szilveszterkor ez milyen jó pofa, nézd ma a Pista, beleesik a vízbe, vagy a bulin összetöri magát, ez már az életünk része. Ezen azt mondod, hogy ugyanaz az alkohol, mint a drog. Ugyanaz, hát nézd meg, hát miért nem ugyanaz? Hát most nem, mi különbség van elközött? Jó, az, hogy van a kezébe egy bot, de nézd meg, hát ugyanúgy rángatózik. Tehát azt mondod, hogy nem. Hát most nézd meg ezt a vonaglást, tessék. Hát ez a vonaglás, ez most a flakástartól különbözik szerinted? Hát szerintem nem nagyon. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ne lennének súlyossági fokok, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szerek, amik kevésbé kockázatosak, mint más szerek, tehát van egyfajta rangsor, de lényegét tekintve agytörzsi, állati szintre süllyed az ember. Ugye ezt mi
így hívjuk szakmailag, hogy tényleg már csak azok a funkciók működnek, ami ahhoz kell, hogy mozog, légzés legyen, az is zavarodott, de ő például hosszú távon valószínűleg most nem tervez. Ő benne most morális, elkölcsi kérdések nem nagyon merülnek fel. Alkohol, drog, nyugtató. Dénes egy kaptafa alá veszi mindet. Erről is beszél, míg forgatásunk következő helyszínére igyekszünk. Alapvetően a függőséget nézhetjük úgy, hogy egy érzelemszabályozási zavar. Nem tudok mit kezdeni a negatív érzelmekkel, vagy akár a pozitív érzelmekkel. És azt kell megtanulnia kezelni. Tehát minden, ami a szélsőség irányába mozdul el érzelmi szinten, az használathoz vezethet. Van egy ügyfelünk, aki nagyon jól van már egy jó ideje, de amikor elkezd beszélni, akkor így felpörög, ilyen nagyon izgatott lesz, exaltált. Amikor mond valamit, ami tetszik neki, ami saját magának tetszik, akkor föláll a szőr a karján, és így látszik, hogy átszakadnak az agyába a gátak, ömlik belőle a szó, csapong, megy össze-vissza, tehát egyszerűen nem tudja még kordában tartani azt a belső pozitív energiát, ami benne van. Na de ez pozitív. Tehát igen, de utána ezt is lehet, hogy ki kell sütni. Annyira pozitívan felpörgött ettől a beszélgetést, hogy hajnal 3-ig még a függőség témájában olvas, hogy és nem bír olvasni. Elaludni. Aha. Na most ez önmagában nem gond. Nem, hogyha másnap éppen nem kell teljesíteni. Így van. És másnap nem tudok teljesíteni, ja, akkor bekapok egy szakaszot, mert muszáj teljesíteni. Ja, és akkor már is elindult a visszaesés útján. Tehát, ez nem csak a személyiségünk hozza, ez az életünk hozza. Tehát, hogy az a fajta személyiség lehet, hogy nem tudja annyira ezt a, most tényleg közhely, de tényleg így van, hogy ezt a rohanó semmit, vagy amikor nincs idő megélni tulajdonképpen azt, ami történik velünk, nem? Hát ez abszolút benne van. Ez abszolút, így, na de akkor van. Mi az alternatíva? Hogy lehet, tehát hogy mit lehet a Xanax, az alkohol és a drogok helyett adni? Hát ez most ilyen nagyon száraznak fog tűnni. Hatékony érzelemszabályozási technikákat célszerű elsajátítani. Na, mint például? Hát ugye, amit mi alkalmazunk alapvetően, az a kognitív viselkedés terápia. Ez egy olyan pszichoterápiás irányzat, amivel a pszichológusaink dolgoznak az ügyfeleinkkel, vagy klienseinkkel, ami kifejezetten ezt célozza meg, hogy hogyan legyek képes az érzelmeimet működtetni. Ugye van az érzelmek ABC-je. Gondolkodom, érzem és cselekszem. Az ivásdrogozás egy cselekvés, aminek a hátterében gondolatok, hiedelmek húzódnak meg, amik az adott érzelmeket váltják ki, és ebben raknak rendet, úgymond a munkatársainkkal, közösen a klienseink. Például úgy, hogy majd ezzel a sráccal elemezni fogjuk. Látod, megint fölpörögtél, tök jó, stb. Hogyan tudtad leereszteni. Tehát elemezzük ezeket a helyzeteket, és ebből lehet tanulni. Dénes nap mint nap figyeli az embereket, és ha észrevesz valami érdekeset, azt előbb-utóbb vlog formájában is megörökíti. Most éppen egy gesztenye árust PC-zett ki magának, hogy miért, azt mondja elő. Amit ő csinál, a számomra a szokásnak a legjobb bizonyítéka. És ha megnézed az andást, rezzenéstelen arccal néz, és közben csinálja, és nem hibázik, és nem ellenőrzi, hogy mit csinál. Egy totál automatizmus, egy teljes rutin, egy biorobot, nézd meg. Tehát egy aranyos, egy szép biorobot, tehát nem akarom András kritizálni, de látszik, hogy ez a vérébe van. És én azt gondolom, hogy a függőség az ugyanígy működik nálunk, hogy automatikusan tesszük azt, amit teszünk, és közben nem is vesszük észre, hogy milyen rutinban vagyunk benne, és hogyha fel tudjuk fejteni ennek az elemeit, és rájövünk arra, hogy ez a rutin bennünk hogyan működik, akkor a mintáinkat meg tudjuk törni. De a rutin meg egyfelől jó is valamilyen szinten, mert néha átvisz dolgokon. Tehát azért nem? Látjuk. Vagy nem? Andrást is átviszi. Andrást is átviszi ez a rutin, és teljesen hatékony. És ugye pont ez a kihívás benne, hogy mi az a rutin, ami egészséges, mi az, ami kockázatos. Egyébként a gesztenye árus nem csak zsonglőrködni tud, de még a gesztenyéje is finom. Meg is kóstoljuk. Miből látszik az, ha valaki függő? Vannak azok a jegyek, amik mondjuk a rendszeres használatból fakadnak. Ugye már a testi elváltozások, mondjuk sárga a szeme, vagy vérvörös az arca, ugye
túlsúlyos, dohányzik, tehát hogy nyilván ugye azokat lehet látni, azok ugye eléggé beszédesek. A viselkedésben, ugye ami már sokszor szóba került, az érzékenység, a szélsőséges viselkedés, hangulatingadozás. Egyszer kenyérre lehet kenni, utána meg átcsap egy nagyon más hangulati állapotba, tehát ezek lehetnek olyan jelek, akkor ugye mindig keresi az újszerűséget, mindig valami más kell, mindig valami többet akar, és ugye ennek hangot ad, ez megjelenik a kommunikációjában, megjelenik a viselkedésében. Tehát sohasem mi nem jó, ami van. Így van. Most ha belegondolunk, akkor nagyon sokan vagyunk ezzel így, nem? Majd megjövök a számokkal, amiket nagyon szeretsz, de hogyha most így elkezdenénk súlyozni, hát azért ez rengeteg embert érint, vagy rengeteg, tehát hogy hányszor eszünkbe jut, hogy igen, már monoton, már kicsit sok, ami van, na de nem nyúl mindenki a szerhez. Na de az, hogy ezt teszi, vagy beszúrja magának a drogot, vagy iszik, az mitől függ? Hogy melyiket teszi? Az megvan már? Milyen mintái vannak? Na de állj, most akkor a személyes példát muszáj ide citálnom. Ugye édesapád a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Igen. Tehát, hogy te pont nem ilyet láttál otthon, és mégis drogoztál. Vannak kakukktojások? Míg ugye itt sétáltunk, hát pont volt két turista, vagy egy pár talán, és akkor rögtön szóba legyette velük, és onnan kezdtünk el beszélgetni, hogy mennyire szeretett tulajdonképpen ezt a világot, vagy ezt a közeget. Hát igen, amikor én 9 és 10 éves voltam, akkor az egész családunk az kiment az Egyesült Államokba. Az édesapám a Harvard Egyetemen volt vendégprofesszor, mi gyerekek pedig ott jártunk iskolába, én és a nővérem, az öcsém az még kisebb volt, és az nekem akkor az egy nagyon nagy élmény volt. És azt is mondtad nekem, hogy az édesapád azt mondta, hogy azért jöttetek haza, hogy nehogy esetleg a drog a hatalmába kerítsen. Igen, mert ugye abban az időben már az USA-ban azért ott lehetett erről hallani, és ő is nyilván hallott erről, és hát egy olyan emberként, aki a szocializmus védő burkából oda kikerül a vadkapitalizmusba, az ilyen féltette a gyerekeit, és tényleg ez volt a válasz, amikor megkérdeztük, hogy mi miért megyünk haza, vagy miért jöttünk haza, hogy nem akartam, hogy a gyerekeim drogosok legyenek, illetve azért az is benne volt, hogy az mindig is terve volt, hogy egyébként hazajön a család 2 év után, de hát végül is tévedett édesapám, mert itthon lettem heroinista, nem Amerikába, de azért be van megint egy nagyon szép csavar, hogy az angol tudásomnak köszönhetően importáltam ide minden olyan szakmai módszert, amit jelenleg használok az USA-ból. Tehát mindaz, amit mi használunk, az oda vezethető vissza. Most is elvégeztem egy önálló szakmai képzést az Egyesült Államokban. Tehát ilyen értelemben ez a kapcsolat megmaradt, ezt én nem fogom elengedni. De miért ott más, vagy miben más a kettő? Vagy akkor most nézzük meg a gyakorlati részét, a következő kérdésed, amit nagyon szeret a számok, tehát hogy lehet ezt valahogy igazolni, hogy az a módszer az hatékonyabb, mint ez az itthoni módszer? Ott is nagyon nagy az érintettség, nagyon nagy probléma a függőség, de egyszerűen ott dolgozzák ki ezeket a módszereket. Tehát, hogyha a különböző pszichoterápiás technikákat nézzük, akkor a gyökerei azok a legtöbbnek oda vezethető. De mi bizonyítja, hogy az működik? Az, hogy ezeket ott mérik.
Tehát mondjuk például a kognitív viselkedés terápiát, vagy az ARISE módszert, amit a családok segítésére használunk, ezt tudományosan bevizsgálják, nagy mintás kutatásokat végeznek, egy csomó család részt vesz benne, és kiderül az, hogy például ez az ARISE amerikai módszer 83%-os sikerrel el tudja érni a családoknál, hogy a szerettük kezeltesse magát. A józansághoz vezető út azonban rengeteg buktatót rejt magában. Végül jöjjön egy jó tanács a nehezen leszokók edzőjétől. Válasz ki egy meghatározó szokásrendszert az életedből, ami nagyon markánsan minden nap jelen van. Például mikor fekszel, mikor kelsz fel, hogyan táplálkozol, hány órakor indulsz a munkába, milyen útvonalon mész. Válasz ki egy olyat, ami minden áldott nap ugyanakkor történik, és semmi köze nincs az iváshoz. Ez nagyon fontos. És ezt az egy szokásodat változtasd meg. És törekedj arra, hogy ténylegesen ezt az egy vezető szokást változtasd meg, és figyeld meg, hogy mi történik. Én most nem mondom el, hogy mi fog történni, nyilván te is sejted, és tényleg őszintén kérem, hogyha ezt megtetted, és már vannak tapasztalataid, akkor írd meg nekem, hogy tudjunk erről megint közösen tovább gondolkodni. Mert hogyha egy nagy vezető szokást el tudsz csípni, biztos lehetsz benne, hogy annak a megváltoztatása a többire is kifoghatni. Adásainkat visszanézhetik az Echo TV honlapján, de elérhetnek minket a közösségi oldalon is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsor támogatója az Euroasphalt Kft.